megragadtad annak a lehetőséget, hogy a mai napok alkalmával egy kiállítást rendezhetsz itt a Művelődési Központban. Nagy szeretettel fogadtam, és örömmel készültem a képekkel. Sok idő állt rendelkezésre, mert még az év elején elkezdtem az alkotást. Nagyon nagy lehetőséget éreztem ennek a kiállításnak a lebonyolításában, hogy megmutathassam a művészetemet az embereknek, és örömmel vettem, hogy a kiállítás alkalmával nagyon sok visszajelzést kaptam, hogy egy érdekes tárlatot hoztam létre, és hogy az embereknek tetszik, amit létrehoztam. Mi ez a technika, amivel dolgozol? Ez egy különleges technika, ez kb. 10 éve van Magyarországon. PowerPole a neve, ez egy tejfölszerű ragasztóanyag, amivel bemasszírozom a textíliát, és utána felhelyezem a képekre, és mikor megkeményedik ez az anyag, akkor festem, amit a kép igényel. Mit kell tudnunk ezekről az alkotásokról, amik itt mellettünk vannak? Például van valami kis saját történetük? Pont itt a mellettünk lévő két képnek van egy története. Például ez a pávatollas kép, ez saját magamnak készült. Kaptam a keresztüleimtől egy képkeretet, vagyis egy jó pár képkeretet, és ezt a képkeretet kiválasztottam saját magamnak, mert nagyon tetszett, és mondom, akkor legyen egy saját kép. A mellette lévő bíborka, az meg egy nagyon aranyos kislánynak készült a szobájába. Anyukája ilyen fa elemeket vág ki, kivágta nekem, és hát a bíborka kislánynak meg elkészítettem a képet, és majd a kiállítás végén ő is meg fogja kapni. A tálatban több helyen szerepelnek már olyan képek, amik már valakinek az otthonában díszítik majd a falat, és még van egy csomó, ami más otthonba is elkerülhet. Mióta tart ez a technikának a gyakorlása? Mióta foglalkozol ebben a technikával? Tavaly évelején voltam egy workshopon, ott 3 képet készítettem el, és megismerkedtem a technikával. Ezek után bevásároltam az anyagokból, festékekből, festővásznakból, minden, ami kell, ecset, mindent beszereztem, és igazából decemberben álltam bele a munkába és az alkotásba. Évelején megkérdeztem, hogy lehet-e kiállításom, és onnantól robbant be az alkotás folyamata igazándiból, és 63 kép készült el ez idő alatt. Mai napok alkalmával biztosan sokan megtekintették már, de aki lemaradt esetleg, az meddig tekintette meg itt a kiállítást? Igen. A vendégkönyvből is látszik, hogy nagyon sokan megtekintették, és köszönöm azoknak, akik részt vettek és írtak nekem gondolatokat. 20-áig megtekinthető a tárlat, 20-áig itt vannak a képek. Művelődési Központ nyitvatartási ideje alatt bárki megtekintheti. Ezennel szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a lehetőséget a Művelődési Központ munkatársainak és vezetőségének, hogy támogatják a művészetemet, és teret és lehetőséget adtak a kiállítandó anyagomnak. Köszönöm szépen!